Sziasztok! Ígértem egy videót a gyalogátkelő helyekkel kapcsolatosan. Jó, tessék be. Na mondjuk ez is egy ilyen eset. Hát megköszöni, rohan, látjátok? De a mellettünk lévő sávra vajon ránézette, hogy elengedi-e valaki. Tehát megörül neki, átszalad az út túloldalára, de nem győződik meg arról, hogy vajon a mellettem lévő sávban lévő autós elengedi vagy sem. Természetesen most nem volt mellettünk autós, azért is engedtem el ilyen bátran. De ezt mondom mindig, hogy autósként és gyalogosként is ilyen szinten előre kell látni ma már a dolgokat. Tehát most már egy kicsit megváltoztak a dolgok, és ezt akár tudomásul vesszük, akár nem, ez így van. Tehát a másik dolog, ugye nézzétek meg, itt van ez a kerékpár sáv, vagy kerékpár út, vagy én nem is tudom, hogy ezt minek hívják. Számtalan balesetnek a veszélyforrása. Ez sem volt régen. Tehát erre nem lehet felkészülni, és olyan sebességgel jönnek rajta a kerékpárosok mindenféle körültekintés nélkül sokszor, hogy az valami elképesztő. Tehát ott nincs korrigálási lehetőség egy autósnak. És sok esetben, még akkor is, amikor baleset történik, a kerékpárost, illetve a gyalogost veszi elő az internet népe, még akkor is, hogyha a Kressz szerint nem ő hibázott. Na de miért is lehet ez? Hát persze, hogy az autós a hibás. Sok esetben az autós a hibás, ugye? Ebben megegyezhetünk, de ne felejtsük már el azt a pillanatot, hogy mondjuk egy törött combcsonttal a kórházban egy műtét után, és akkor még szerencsések voltunk, szerintem már teljesen mindegy, hogy ki volt a hibás. Teljesen mindegy. Egy olyan eset után, amikor minket baleset ér gyalogosan. És én azt hiszem, hogy ez volna a leges legfontosabb dolog, hogy tanuljuk már meg azt, hogy ma már nem az számít, hogy kinek volt igaza. Tehát ez egy olyan dolog, hogy lehetsz te hős, és mondhatod, hogy igen, nekem volt igazam a Kressz szerint, itt bizony, engem el kellett volna, hogy engedjen az autós. Hát igen, basszus, de mi van, ha nem enged el? Mi van akkor, hogyha mégsem történik meg ez, ha mégsem kapod meg az elsőbséget, akkor ki jár a legrosszabbul? Hát egyértelműen az az ember, akit semmi nem véd. Egy gyalogost nem védi a világon semmi. Egy kerékpárost úgy szintén. És ezt a út egyik oldaláról a másikra való áthaladást, ezt én úgy hiszem, hogy meg lehetne oldani biztonságosan is. És azért veszik elő a legtöbben a gyalogosokat és a kerékpárosokat, akik átszelik ezeket az utakat, mert ha erre a rövid szakaszra odafigyelnének, akkor gyakorlatilag elkerülhetnének nagyon-nagyon sok balesetet. És nem szabad megbízni abban, hogy majd az autós biztos megadja az elsőbséget, mert egyáltalán nem biztos. Mert legyünk jó indulatúak, és mondjuk azt, hogy lehet, hogy az autós csak figyelmetlen, vagy lehet, hogy a gondolataiban elmerült, és ott van testben, de fejben valahol egészen máshol jár. Ez még mondjuk a jobbik eset, ha lehet ilyet mondani. De mi van akkor, hogyha egy olyan ember jön, akinek még csak jogosítványa sincs, egy olyan ember jön, aki alkoholos befolyásoltság alatt van, egy olyan ember jön, aki mondjuk kábítószer hatása alatt van, egy olyan ember jön a zebrán, aki mondjuk a rendőrök elől menekül, és gázol el téged. Tehát oda kell figyelned, mert nem tudhatod, hogy ki az az ember, aki abban az autóban ül, és ő mennyire van fejben ott. Ma már egy kicsit megváltoztak a dolgok, és meg kell győződnöd arról, hogy a gyalogátkelő helyen való áthaladás az biztonságos a számodra. Rá kell nézned az autósra. A mai napon történt egy nagyon furcsa eset. Tényleg, hogyha nem siettem volna, akkor megállok, és egy pár percet elbeszélgetek azzal a hölgyel, így ismeretlenül, akit elengedtem. Mert mi történt? A Korányi Frigyes utcán közlekedve látom, hogy érkezik jobbról a gyalogátkelőhely felé, tehát ugye nekem érkezik ő jobbról, és
Hát természetesen elengedem, mert persze övé az elsőbség. Megállok, intek neki, hogy biztonságosan és balesetmentesen áthaladhat az én forgalmi sávomon. Ugye? És elindul szépen jobbról. És tudjátok, hogy hogy ment? Mint aki, én nem is tudom, valami temetésen van, vagy ballagáson, ahol általános iskola 8. után át kell gondolnia, hogy mi történt az elmúlt 8 évben. Föl sem nézett. Tehát jobbról érkezett egy autó, aki szerencsére észrevette, hogy ott az orrát húzza valaki a gyalog átkelő helyen, csak nem. Annyira se jobbra, se balra, sem erre nem néz. Lefelé nézi a cipőjét, vagy én nem tudom. És jobbról ugye megáll az autó nagy szerencséjére. De én úgy hiszem, hogy ezt a luxust, és itt idézőjelbe tesszük ezt a szót, nem kellene megadni az autósnak. Tehát azért győződjünk már meg arról, hogy a szembe jövő sávban jövő autós, vagy a másik sávban jövő autós is elengedett. Mert sokszor ez az életben maradásnak a kulcsa. Tehát egy ilyen úttest is, mint ami itt van előttünk, itt számtalanszor, ez a sóstúj, számtalanszor történik baleset. Hát nem bírom elhinni azt, hogy nem lehet meggyőződni arról gyalogosként. Most nézzétek meg, ők milyen szépen szétnéztek. Itt is én most takarásból érkezek, biztosan ide fog nézni a hölgy, igaz? Nem nézett ide. A perifériás látómezőjére bízott engem, már ha van neki olyan, arra bízta azt, hogy én esetleg nem a mobilomat nyomkodom, én esetleg nem hátrafelé nézek a gyerekhez, vagy bármi, tehát hogy annyi, de annyi minden lehet, ami elvonja az autós figyelmét, és hiába mondod most azt, hogy ne legyen, és figyeljen oda, de van, sajnos van. És ezt tudomásul kell venni, mert óriási a tét. Tehát én azt mondom, és azt tanítom mindenkinek, hogy minden egyes olyan alkalommal, amikor átmenjük az út egyik oldaláról a másikra, függetlenül attól, hogy az elsőbség gyalogosként, kerékpárosként ott a miénk vagy nem, győződjünk meg arról, hogy az autós elengedett. Győződjünk meg róla, mindenféleképpen nézzünk a gépjármű vezetőnek a szemébe. Hogyha látjuk, hogy tiszta a tekintete, ott van fejben, és elenged minket, akkor átmehetünk. Ha ez nincs, ha nem látjuk a tekintetét, akkor ne vágjunk neki, akkor várjunk egy percet, két percet, akármennyi percet, mert ez a biztonságnak a záloga. Tehát figyelnünk kell, gyalogosan, kerékpárosan egyaránt. Mondanám, hogy az autóban ülők is figyeljenek, de ez, hogy is mondjam, ilyen pusztába kiáltott szó. Tehát látszik, hogy nem figyelnek, látszik, hogy egyszerűen nincsenek ott fejben. Rengeteg baleset van. És ez mindenképpen arra kellene, hogy sarkalja a legtöbb embert, hogy minél több ilyen felhívást intézzen az embertársai felé, mert ez úgy látom, hogy ez most nagyon kell. És nagyon fontos. És ezek teljesen ilyen közhelyek, meg ebben semmi újdonság nincs. Ugyanazt mondom, mint amit tanulunk évtizedek óta, hogy szét kell nézni, amikor átmegyünk a zebrán vagy az úttesten. De most sokkal, de sokkal jobban figyelnünk kell, mert borzalmas az, hogy mennyi embert elütnek. És most persze, most kihoztam a gépkocsi vezetőket hibásnak, hogy minden esetben ők a hibásak. Nem minden esetben ők a hibásak, mert számtalan olyan útkereszteződés van, akár csak így Nyíregyházán is, de szerintem az országban nagyon-nagyon sok helyen, ahol egyszerűen esélyed nincs arra, hogyha egy gyorsan érkező kerékpáros keresztezi az utadat, akkor te ott megállj. Tehát olyan szinten ki kell dugni az autónak az orrát, hogy ott ha valaki éppen akkor úgy érzi magát, hogy a nem tudom milyen megyei vagy országos kerékpár versenyen van, és teker, mintha az életért tekerne, mert ezt egyszer nem értem meg, hogy miért tekinti sokan a kerékpár utakat, kerékpár sávokat ilyen kerékpáros autópályának, vagy nem is tudom minek nevezzem. Hát úgy jönnek, mintha az életükért tekernének. És nem bántani akarom őket, mert tényleg óriási dolog, de akkor gyertek ki az útesre olyan helyen, ahol lehet, vagy
én nem is tudom, mit tanácsoljak, de az semmiképp nem jó, hogy, hogy úgy mentek át az autósok előtt, mint a szélvész. Tehát ez félelmetes. De most ide csak azért kanyarodtunk be, megmutatom nektek, hogy nézzétek meg például ezt a kereszteződést. De rögtön visszapördülök. És én kíváncsi lennék arra, hogy itt hogyan mennétek át? Tehát itt régen nem volt ilyen. Itt fogtad és kimentél, ki akartál fordulni mondjuk jobbra, akkor egyszerűen fogtad, nézd, itt jön egy hölgy, látod? Ugye most látjátok. Tehát itt fogtad és kimentél az útig, nézd meg, most itt kell már megállni, itt. Régen hol álltál meg? Régen itt álltál meg, itt. És tudjátok, ez a legnagyobb baj? Hogy a legtöbb emberben ez a beidegződés maradt. Hogy ki kell gurulnod az úttestig. Ki kell gurulnod az úttestig ahhoz, hogy belásd azt a kereszteződést. És ezt nagyon-nagyon nehéz átállítani a fejedbe. Én több mint 20 éve vezetek, hivatásos jogosítványom van, minden nap vezetek, és még így is nagyon-nagyon nehéz. Na most itt megint visszatolatunk, nézzünk csak meg valamit. Na, nézzétek meg itt is ezt a helyzetet. Ugye jössz ebből a kicsi utcából. Nézd, figyeld. Azt nézd. Láttad azt? Na ennyi. Balra sem nézett az ember. Láttátok? Egyáltalán nem nézett ide. Na most aki jön megszokásból, és hiába mondjátok, hogy nem megszokásból vezessen, de megszokásból fog vezetni, mert több 10 éve így vezetnek az emberek, hogy nem itt állnak meg, még ha a tábla itt is van, mert itt van a tábla, ez való igaz. De nem itt állnak meg, hanem ott, ahol a kereszteződést belátják. Jobbra és balra. És szépen gurított ki, és bum! És most megmutatom nektek azt, hogy hová tűnt a kerékpáros. Hát nézzétek meg azt a sebességet. Tehát most ment el előttünk nem sokkal, és oda néz. Sehol senki. Na ez a probléma. Ez a probléma. Tehát én úgy hiszem, hogy erről a dologról beszélni kell, és ezzel a témával foglalkozni kell, mert mondhat bárki bármit, itt megváltoztak a dolgok, és itt nagyon-nagyon sok baleset történik ahhoz, hogy ezen ne változtassunk. Tehát ezen a felfogáson, ezen a mentalitáson változtatni kell, és én minden lehetséges fórumot meg fog ragadni arra, hogy erre felhívjam a figyelmet, mert ez így nem maradhat. És ha mindenki csak azt megteszi, hogy otthon a családjával elbeszélget erről, a gyerekeinek elmondja, a szüleinek elmondja, a feleségének, a férjének elmondja, hogy figyelj oda, mert haza kell, hogy élj, mert ezen a kis nyomorult úton átkelni nem egy olyan nagy feladat. Vannak emberek, akik országokat keresztül tesznek meg 40 tonnás szerelvényekkel, egy gyalogosnak, egy kerékpárosnak pedig csak ezt a kicsi utat kellene, hogy megtegye biztonsággal. Hát tegye meg, figyeljen oda, és ne bízzon meg vakon a másik közlekedőben. Az lehet, hogy nem fogja őt észrevenni, és lehet, hogy problémájuk lesz ebből mindkettejüknek. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Szevasztok!